Idén először gyűltek össze a közgyűlés tagjai a Vármegyeháza dísztermében. Az év első rendes ülésének leghosszabb ideig tárgyalt napirendi pontja a mezőgazdaság témájához kapcsolódott. A Vármegye agráriumának aktuális helyzetéről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Valóban nagyon hosszú és élénk vita folyt, illetve beszélgetés, párbeszéd folyt a agrárgazdaság helyzetéről, különösképpen persze a megyei vonatkozásokról. A kritikák is jóbító szándékúak voltak, tehát aggódás fogalmazódott meg a mezőgazdasággal kapcsolatban, elsősorban az uniós politikák szemszögéből, hogy milyen átgondolatlan és koncepciótlan az Európai Uniós támogatási politika, és ennek az elfogadó is sajnos a agrárium szereplői. Ezt tetézi ugye az ukrán háború, azonnan kontrolláltalanul beérkező gabona és más egyéb nem mezőgazdasági termékek. Elfogadta a megyei közül is egyhangulag a tájékoztatót, azzal együtt, hogy nyilván támogatjuk a kamarának a törekvéseit, amit a mezőgazdasági termelők a vidéken élők érdekében tesznek. A Dorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője több aggályát is kifejtette az agrárium jövőképét illetően. Mint mondta, a túlzott erdősítéseknek köszönhetően egyre rosszabb helyzetben van a vármegye élelmiszer előállító szektora, az ellenőrizetlen termékek importjával pedig még kiszolgáltatottabbá válnak a gazdálkodók. A Dorján Béla külön kitért a méhészekre, akiket szerinte ellehetetlenít, hogy Magyarországra újra szabadon érkezhet az ukrán méz. Mérhetetlenül felháborít engem személy szerint az a kérdés, hogy az amerikai, kínai, ukrán tengelyből származó, határozottan megállapíthatóan GMO-s alapú mezőgazdasági termékek, amelyek élelmiszeripari alapanyagokként kerülnek hazánkba, azok rendkívüli módon károsítani fogják az itt élő emberek egészségét. Az meg különösképpen felháborított, hogy nem egészen 24 órával ezelőtt Orbán Viktor aláírt egy olyan egyezményt, amelyben az eddig tilalmi, importtilalmi listán lévő ukrán, vagyis maradjunk annyiba, hogy meghatározhatatlan származású méz importját innentől kezdve engedélyezi. Ez beverte az utolsó koporszószeget a térség méhészeinek a koporsójába, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a magyar igen jó minőségű méz termelése ezzel az intézkedéssel valószínűleg meg fog szűnni. Szerdán vita nélkül fogadták el a képviselők Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatának 2024 évi költségvetését. A büdzsé idei főösszege 2,6 milliárd forint. Sesztál Koszkár, a közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, az előző évekhez hasonlóan stabil az önkormányzat gazdasági helyzete. Uniós projektmenedzsmentet végzünk, határmenti programoknak a projektmenedzsmentét végzünk. Most is három pályázat beadásáról döntött a közgyűlés a Ukrajnát is érintő uniós programozással kapcsolatban, de pályáztunk magyar-szlovák programra, nyilvánvalóan fogunk pályázni a magyar román programnak a kiírására is. Ezekkel a programelemekkel együtt és az állami támogatással együtt stabil a megyei önkormányzat gazdálkodása. Minden olyanra, amire szükség van, arra van kiadásunk. Persze átgondoltan, különösen ebben az átmeneti időszakban átgondoltan kell gazdálkodnunk, hogy azt a kieső bevételt, ami még azt jelenti, hogy de az új uniós programokból még nincsen projektmenedzsmenti bevételünk, ezt az időszakot is át tudjuk hidalni. Sesztál Oszkár a szerdai ülésen bejelentette, a vármegyei önkormányzat pénteken napkoron tartja a kommunista áldozatok emléknapjához kapcsolódó központi megemlékezését, az 1848-as forradalom központi ünnepségét pedig március 14-én Geszteréden rendezik meg. A következő rendes ülést várhatóan április 25-én tartják meg.